Doni áttörés, az áldozatokra emlékeztek. Óvatosan az utakon, a megváltozott időjárás miatt egyre több a közlekedési baleset. Szemfényvesztő, szemtévesztők, új kiállítás nyílt a Flash központban. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Vasárnap délelőtt a magyaróvári temetőben található II. Világháborús emlékhelynél rótta le tiszteletét a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. Ez alkalomból a 74 évvel ezelőtti Doni katasztrófa áldozataira emlékeztek a tagok. A himnusz közös éneklésével kezdték meg megemlékezésüket a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai vasárnap délelőtt a magyaróvári temetőben. Ez alkalommal az 1943-as Doni katasztrófa áldozatai előtt tisztelegtek. Mészáros József, az Egyesület új elnöke megemlékező beszédében elmondta, a magyar nép történelme számos tragédiát hordoz magában, nem szűkölködik véráldozatokban, mégis kevés olyan tragédiája van a magyar történelemnek, mint az 1943-as Doni áttörés. A rideg számadatok ismerete a katasztrófa során 140 ezer magyar katona, munkaszolgálatos, hadifogoly lelte halálát. Ma azokra emlékezünk, akik ezt a poklot megjárták, és azokra a családtagokra, akik évtizedekig várták vissza férjüket, apáikat, testvéreiket. Akiknek hétköznapjait soha el nem múlóan átitatta a tragédia. 1943. január 12-én kezdődött a Donkanyarban az áttörés, aminek során 140 ezer magyar katona, munkaszolgálatos és hadifogoly vesztette életét. A szovjet hadsereg január 12-én áttörte a magyar vonalat, mintegy 12 kilométer mélyen hatoltak előre, majd január 14-én 50 kilométer szélességben törték át a védelmet. A magyar katonáknak hiányos felszerelésben, többszörös túlerővel szemben, fagyban, embertelen körülmények között kellett tartani magukat. Január 16-ára a három részre szakított II. Magyar Hadsereg arcvonala felbomlott. A II. Magyar Hadsereg csaknem egy éves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma mintegy 125-130 ezer főre tehető. Közülük 49-50 ezeren estek el, és csaknem ugyanennyien sebesültek meg, a hadifogságba esettek száma pedig mintegy 28 ezer fő. Közülük kevesen térhet haza. A legtöbben már a hadifogoly táborba szállításuk közben meghaltak, becslések szerint pedig mindössze 3-4 ezeren élhették túl közülük a megpróbáltatásokat. A vasárnapi megemlékezés végén a város önkormányzata, a Moson-Magyaróvári 56-os Egyesület, valamint a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai helyezték el a tisztelet koszorúit a magyaróvári temetőben található II. Világháborús emlékhelynél. A fagyos havas időjárás beköszöntével különösen fontos, hogy a sofőrök megfelelően felkészüljenek a téli útviszonyokra. Lehetőleg óvatosan, biztonságosan igyekezzünk közlekedni, lehetőség szerint a főutakat használva. A rossz idő beköszöntével egyre nagyobb hangsúlyt kap a biztonságos közlekedés. Az elmúlt napokban a megváltozott út és látási viszonyok miatt egyre több baleset történt Moson-Magyaróváron is. Nagyon fontos, hogy ilyenkor csak kifogástalan műszaki állapotú és téli gumival felszerelt autóval ajánlott elindulni. Makó László rendőr alezredes elmondta, csak az intériumkat megelőző napon a havazásnak köszönhetően 7 bejelentett baleset történt, ám még ennél is több volt, csak nem történt minden esetben rendőri beavatkozás. Figyelni kell különösen a kerékpárosokra és a gyalogosokra. Ilyenkor ők is figyelmetlenebbek, nem kellő körültekintéssel haladnak át az úttesten, és gyakran előfordul, hogy olyan közlekedési baleset történik, főleg gyalogos és kerékpáros esetében, amikor bár a gyalogos és kerékpáros jogilag nem fel a közlekedési balesetét, de nagyon sokat tud tenni a baleset elkerülési érdekében. Idén már történt egy olyan közlekedési baleset, ahol a gyalogos a kijelölő gyalogátkelő helyen szabályosan haladt át. A gyalogos elnézett jobbra, folyamatosan figyelemmel kísérte a haladó gépkocsi, de neki tovább ment, és a gépkocsi vezetője viszont nem állt meg, mert a nap sugár hatására, ami szemébe sütött, nem vett észre és elütötte őt. Makó László elmondta, bár kategórikusan nem lehet kijelenteni, melyik korosztály okoz gyakrabban balesetet, hiszen bárkivel előfordulhat. Ám tapasztalatai alapján a fiatal sofőrökkel akadt több probléma, ugyanis sokszor azt hiszik, hogy jól ismerik autójukat és saját maguk képességeit. Nehéz persze megszerezni azt a rutint, ami a síkos, nyírkos utakon való vezetéshez szükséges, ám vannak olyan vezetéstechnikai órák, amelynek elvégzésével sokat tanulhat az ember. Természetesen az mindenképpen jó,
mert főleg a jeges ónos eső áztatta utakon, amikor teljesen jeges az út, tehát erre egyébként nem lehet felkészülni. Tehát itt nincs az a sebesség, amire azt lehet mondani, hogy biztonságosan egy adott útszakaszon lehet közlekedni, ez mindig az a járműtől, a vezetőjétől, illetve az út minőségétől függ. Ilyenkor, aki teheti, inkább a főutakon közlekedjen, és ha szükséges, tartson magánál hóláncot és lapátot, javasolják a szakemberek. Gondolni kell arra is, hogy a kellő mennyiségű üzemanyag nem csak a közlekedéshez, hanem az autó fűtéséhez is nélkülözhetetlen. Fontos, hogy megfelelő öltözék, 1-2 liter folyadék és némi étel is legyen nálunk. Ha esetleg ott ragadna valahol az ember, tudjon mihez nyúlni, míg a segítség odaér. Szemfényvesztő, szemtévesztők címmel nyílt kiállítás a Flash Központban péntek délután. Ez alkalomból Vecsei László Ezékiel festőművész jubileumi tárlatát nyitották meg a közönség előtt. A Klangorének együttes fellépésével kezdték meg péntek délután a Flash Központban Vecsei László Ezékiel különleges jubileumi kiállításának megnyitóját. A 30 éve főfoglalkozású, szabad foglalkozásuként alkotó művészt felesége egy meglepetéssel köszöntötte. Mesélni, hogy igaz szerelmem változatlanul a művészet maradt. Mesélni, hogy a mai napig szállka a kollégák szemébe, mert nem áll be abba a sorba, mibe ők, és inkább vállalja a bizonytalanságot, mint a megalkovást. Örök bűne, hogy az állandó és kitartó alkotómunka következtében gyarapodó műveibe képes volt belelehelni szívét, lelkét, teljes emberi mi voltát, képes volt fejlődni, mindig újat hozni. Ezután Csiszár Péter nyitotta meg a kiállítást, aki elmondta, nem először éri a kulturális központot az a megtiszteltetés, hogy az alkotó műveinek ad otthont. Nem egészen 2 évvel ezelőtt Laci kiállításának megnyitóján még a Fegyverló Közösségi Házban azt említettem, hogy az akkori kiállítást kényszer szülte. De szerintem bár nem bánja az alkotó, hogy a papírhoz nyúlt, valamint azt, hogy az új alapanyag a hullámkarton segítségével próbálja meglovagolni a hullámvölgyből feltörekvő hullámhegyeket. Az akkor felsorakoztatott és bemutató művek is egy átmenetet, egy szebb termékeny jövő felé mutattak, mely akár egy új korszak, egy új ciklus kezdete is lehetett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink, a mai kiállítás megnyitó ezen új és termékeny ciklus bemutatója. Ez alkalomból több mint 25 alkotás kapott helyet a Szigetköz agórájában, az összes szabad falfelületet felhasználva. A kiállítás 30 év szabad foglalkoztatásra emlékezteti a művészt, ahol 2014 óta létrehozott legújabb alkotásai láthatók. Vecsei László Ezékiel támogatók segítségével jutott hullámkartonokhoz, amiket vegyes technikával dolgozott fel, így pedig különleges 110x160 cm-es kollázsok készültek el előzetes tervek alapján. A művészt személyes, gyermekkori élmények inspirálták, ugyanis Rodolfo bűvészmester kápráztatta el, aminek hatására ő maga is megtanult bűvészkedni. 33 éves koromban úgy döntöttem, hogy szabad foglalkozású festőművész leszek, és a döntésemet tettek, követték. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, a sok festészeti kiállítás után létrejöhetett ez a szemtévesztős kollázs kiállítás, ami Eser mester behatása nyomán és a Rodolfo mester emlékei nyomán jöhetett létre. Vecsei László Ezékiel Szemfényvesztő, Szemtévesztők című tárlata február 3-áig a Flash Központban látogatható, hétfőtől péntekig, 14-től 18 óráig. Egy egyedülálló szülői munkaközösségi kezdeményezésről tudósít az Infomoson Magyaróvár szerkesztősége. Az Éltes Iskola Farsangi Bájának megszervezésére gyűjtenek, tájékoztatta televíziónkat a Kék Duna Rádió. Az intézmény elsődleges feladata a sajátos nevelési igényű tanulók a társadalomba történő minél tökéletesebb beillesztése, melynek eléréséhez magas színvonalú pedagógiai stratégiákkal dolgoznak. A most elindított felhívás legfőbb célja egy felejthetetlen csodafarsangi mulatság megszervezése a gyermekek részére.
A délután lebonyolításához önkéntes felajánlásokat, támogatásokat várnak, tombolatárgyak, sütemények, üdítők és szendvicsek formájában. Jelentkezni közvetlenül a szervezőnél, Artner Anikónál, a szülői munkaközösség elnökénél lehet. A 14. Greiner Szigetköz félmaraton verseny kiírása felkerült a Strucz Futóklub honlapjára. A verseny időpontja 2017. május 7-e. Az idei évtől félmaratonná alakult a korábbi Szigetköz minimaraton. Ezzel együtt már nem kettő, hanem három versenytáv közül lehet majd választani. 21 km, 10 km és 3 km. A februárban átadott városi sportcsarnokba költözik a versenyközpont. Kulturáltabb körülmények, nagyobb hely és több parkoló áll majd rendelkezésre. Az online nevezési felületüket február 1-én nyitják. A versenyt rendező Strucz Futóklub közhasznú fokozattal rendelkező sportegyesület, így többek között a rendezvény évenkénti, minél magasabb színvonalú megrendezéséhez is gyűjtik a személyi jövedelemadó 1%-át. Röviden a szerdai időjárásról. Holnap sem valószínű, hogy sokat láthatjuk a napot, a légmozgás is élénk marad, így hideg szélre számíthatunk. Egész nap felhős lesz az ég, csapadékra azonban nem kell számítanunk. Reggel mínusz 10, délután pedig mínusz 4 fok körüli értéket mérhetünk. Hideg, fagyos időre készüljünk. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most az Abaúj Televízió Életmód című magazinját nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!